A Láthatatlan ember című Gárdonyi emlékestel tisztelektek a múlt héten Gárdonyi Géza emléke, munkássága előtt a Székesfehérvári Vörös Marti Színházban. Október 17-ét az Egri Diadal napját ugyanis Gárdonyi emléknapán nyilvánították, így aznap valamennyi iskolában foglalkoztak Gárdonyival és hazaszeretetről szóló regényével. Az est folyamán Gárdonyi élete titkos naplója, kortársai reflexiói és saját szövegei alapján rajzolódott ki. Az én kedélyemet örökre ott a szörnyű forradás is. Vígember nem leszek soha. Kivéve a írók. Elsimon László Hegedűs Géza irodalomtörténész és kortársa Bársony István író szavainak segítségével mutatta be Gárdonyit. Társadalmi regényeiben igen, sok a kifejezetten modern törekvés. A társadalom egyre kevésbé érdekli, de nagyon sokat tud a lelki élet egyensúlyának megbomlásáról. Rossz családi élet, öngyilkosságig vívő belső meghasonlottság, gátlásokkal teljes boldogságkeresés, félelem a női szeszélytől, ez az igazi Gárdonyi világ. Leghibátlanabb regényei azonban azok, amelyekben a szerelem ábrázolása egyesül a felidézett múlt képeivel, a történelmi regények, az Egri csillagok, a Láthatatlan ember, az Isten a gyök. Ezekben a társadalom ábrázolás paszteszerű háttér, de lírai jelével érzékelteti a régi korok atmoszféráját, amelyen belül örök örömöket és örök bánatokat okoz az örök szellem. Az Egri csillagok ráadásul az igazi hazafias pátosznak és a legszebb emberi erének olyan nagy epikája, hogy a múló évek alatt leszállt az ifjúság körébe. Mindmáig legnépszerűbb ifjúsági regényének egyike. Ugyan Gárdonyi a világtól elzárkózó életet élő alkotó volt, aki nagyon sok fontos társaságot került, és sokszor az alkotói magányt választotta. Viszont volt azért egy számára fontos baráti társaság, Feszti Árpád és köre, és ennek a társaságnak volt tagja Bársony István is, és közöttük oly szoros kapcsolat alakult ki, hogy 1922-ben, mikor Gárdonyi meghalt, fiatal 59 évesen, akkor éppen Bársony István írt róla egy szép, lírai, mély gondolatokkal teli nekrológot. A képviselő azt is elmondta, Gárdonyi csupán felvette ezt a nevet. Hozzátette azonban, hogy német származásának alig ha van jelentősége. Gárdonyi Géza a legjobb, legtisztább, igaz magyarok közül való volt, aki ezzel az érzésével is ezáltal lett azzá, akinek művein keresztül megismertük. Onnan hozta magával ezt az ős magyarságát, hisz német névvel kezdte az életét, Ziglernek hívták. De ő Gárdonyi volt már a bölcsőjében, mint ahogy Petrovics Sándor is Petőfi volt ugyanott. Nem véletlenül köszöntötte el Simon László a színház közönségét, Székesfehérvár polgármestere a képviselő Gárdonyi emlékévért tett erőfeszítéseit méltatta. Köszönetmondás el Simon László úrnak, elnök úrnak és munkatársainak azért, hogy gondoltak arra, hogy ezt az évet Gárdonyinak szenteli az irodalmi közvélemény, és arra is gondoltak, hogy ez ne csak egy szakmai emlékév legyen, hanem nyitás legyen a közönség irányába. Talán szimbolikus az is, hogy a Szent István emlékév keretében kerül sor erre az eseményre is, és egy történelmi alak és egy irodalmi nagy alak találkozásra is talál ez a ma este. Az emlékest eredményeként nem maradtak Gárdonyi olvasmányok nélkül az iskolások. Elsimon László 58 az idén megjelent Gárdonyi könyvsorozatot adott át Székesfehérvár általános és középiskoláinak. Gárdonyi Géza valahol azt írja, hogy minden jó könyv egy-egy tanítója a menzetnek. Megadta a sors Gárdonyi Gézának azt a tehetséget, amelynek köszönhetően nem egy, hanem több könyvvel is a nemzet tanítójává vált.